Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás október hónapra a szűz jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást, a díjam 4000 forint. Amire még felhívnám a figyelmeteket, minden hónapban megjelenik az ingyenes havi hírlapom. Minden hírlapban van egy bizonyos téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden kiadásban van egy akciós jóslás, egy kivetés, indiai asztrológiával együtt 10.000 forint helyett 6.000 forintért. És most megnézzük, hogy mit közölnek a kártyák október hónapra a szűz jegyében születetteknél. Az első hét itt látható az első sorban. A torony jelenthet még korlátozásokat, a hegy, a nehézségeket, de itt a kígyó jelenti a gyógyító erőt, vagy hogy el kell kerülni ezeket a problémákat, és a gyermek jelenteti a gyermekeket is, de azt is, hogy itt lesz egy kiút, egy új kezdet. Amit a kígyó még jelenthet, egy hölgy, aki jelenleg úgy elfordul tőled, lehet, hogy vele van problémád, amit pedig még ez a torony jelenthet, ez egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy. Itt vannak ugyan még nehézségek, de kiderül az ártatlanságot, lesz egy kiút, lesznek fontos döntések. Te személyesen és döntéseket hozol, hiszen elérkezel az élet utadon. Ehhez a kereszteződéshez is elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt tisztázódik valami, biztos lehetsz benne. Azon kívül jön egy hír, vagy egy dokumentum, vagy egy szerződés, és ez összefüggésben áll az otthonoddal, a családdal, de lehet egy ingatlan is, egy ingatlan vásárlása, vagy bérlete, és akkor a levél jelent egy szerződést, ami útban van hozzád. Második hét, október hónapban itt látható a hölgy és ez a férfi egy vonalban, tehát megvan a kapcsolat kettőtök között, de jelenleg még más fele tekintetek. Azon kívül ez a férfi itt van a kivetés szélén, és eltekint a kártyáktól, mert neki most minden olyan sok, nem akar odafigyelni bizonyos dolgokra. De mégis megmarad a kapcsolat, a stabil kapcsolat, itt van az életerő, a szerelem, és ez a kereszt erősíti a hiteteket. De megjelenik a felhő is, mert valami még olyan átláthatatlan, és a könyv jelentheti vagy az ő zárkózottságát, vagy a te zárkózottságodat. Amit a képek még jelentenek, itt van a nyilvánosság, mások észrevesznek téged, itt van a tudás, a tanulás, a munka, a hivatás, valami még átláthatatlan, ugyan nem tudod, hogy a főnököd, hogy vélekedik rólad, de azért meg lesz itt a szívélyes kapcsolat, ahol változások lesznek, az a szerelem, és ez a kereszt jelenti a hitet, vagy azt, hogy a sors utatok kereszteződött, és újra kereszteződni fog, tehát lesz találkozás. A részéről lesznek itt döntések, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább. Majd úgy október közepétől kezdve lesz itt mozgás. Harmadik hét, október hónapban, itt látható a harmadik sorban. Vannak bizonyos dolgok,
vagy emlékek, ami fájdalmas. De szerencsére itt a fájdalom alatt megjelennek az egerek. És úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, eltávolítanak bizonyos dolgokat. Eltávolítják a fájdalmakat, vagy a fájdalmas emlékeket. Itt a virágcsokor jelentheti a szépségedet, vagy hogy megszépítesz valamit, de lehet egy kellemes meglepetés és egy ajándék is, miután te lezártad azokat az eseményeket, emlékeket, vagy kapcsolatokat, ami fájt eddig neked. És itt van a gyógyító erő, kisüt a nap, megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet a hivatás, a lakhely, a párkapcsolat. Itt megvan a gyógyító erő, a jó kapcsolatok, szerződések, változások, itt a szerencse, és lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya jelenthet sportot, vagy autót, vagy utazást is. Utolsó hét, szeptember hónapban itt alul látható egy utazás. De az egerek el tudják ezt távolítani, hogy el kellene halasztani ezt az utazást. Hiszen gondolj a saját érzelmeidre, figyelj oda bizonyos dolgokra. Itt van hamisság, vagy hamis személyek, vagy rossz döntések, vagy egy rossz út, vagy veszély az utazás ideje alatt. Olyan hirtelen jönnek bizonyos dolgok, és itt lesz csevegés, beszélgetés, sőt, itt vannak az anyagiak, lesznek kapcsolatok, javul az anyagi helyzet, itt vannak barátságok, és azt is jelentetik a kártyák, hogy lesznek bizonyos tárgyalások, beszélgetések, és a pénz hűségesen ott marad nálad, és látható itt a szerencse. Egy jó hír, jó kapcsolatok, vagy egy nyeremény. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dende Rám!